Újhely István, baloldali európai parlamenti képviselő, a mai sajtótájékoztatóján hülyeségnek nevezte a tavasszal esedékes gyermekvédelmi népszavazást. A baloldal ezzel nyíltan Brüsszel és az LMBTQ aktivisták oldalára állt. A baloldali politikus bejelentkezésében hosszasan mentegeti Brüsszelt és éles szavakkal támadja a népszavazást, az egész gyermekvédelem kérdéskörét pedig álproblémának tartja. Láttuk már ezt. A baloldal pontosan ugyanezt csinálta a bevándorlási válság idején. Tagadták a szemmel látható tényeket, és közben áll problémáról beszéltek. Ráadásul ezzel a baloldal a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárást is támogatja. Szégyenletes. Sem a magyar baloldal, sem Brüsszel szemmel láthatóan nem akarja, hogy a magyar emberek dönthessenek saját családjuk és gyermekeik jövőjéről. Ezzel szemben a Fidesz-KDMP szerint a gyermekvédelmi népszavazás a magyar családok jövőjéről szól, és erről csak a magyar emberek dönthetnek. Éppen ezért mi arra kérünk mindenkit, hogy majd vegyen részt a népszavazáson, és ezzel is védje meg a gyermekeit. A gyermekek szexuális nevelése kizárólagosan a szülők joga.